egy olyan tanúságtevő, karizmatikus lelkipásztorra emlékezünk, aki élete folyamán tudatosan azonosult Jézus szenvedésével. Idős Veres Ernőről készült portréfilmünket 2005-ben szolgálatának utolsó helyszínén Gyergyószent Miklóson forgattuk. Ezt láthatják, majd vendégem lesz fia Veres Efraim lelkipásztor. Barnabást nem ismerhettem meg személyesen. 3 éve érkezett haza megváltójához 21 évesen. Több volt, mint gyermek, testvér, barát, lelkipásztor, mondják. Kerekesszékben élte le fiatal éveit, és tanított a jóra, személyes példájával hirdette az igét, imádkozott és cselekedett, létrehozta a Barnabás Alapítványt, amely a hasonló sorsúakon és hozzátartozóin segít, felépítette a Hargitai Barnabás üdülőt, és ő is ennek tövében pihen, a fenyők vigyázzák álmát, és a sok mosoly, a sok ima. Kíváncsi voltam, kik lehetnek a szülei, testvérei. Barnabásnak ajánlom ismeretlenül és utólag ezt a filmet. Nem volt unalmas biztos az életünk, ahogy én a férjemnek igen mondtam, már az ismerkedésünk után már megtudtam, hogy nagyon változatos lesz az életünk, nem lesz unalmas, és tényleg nem unalmas. Hát ha csak a költözéseket, ami illeti, ez már a 20. költözésünk itt ide Gyergyóba. Változatos volt, sok megpróbáltatás, de olyan sok szépség is volt ebben, mert valahogy úgy van, mikor beborul, utána még jobban ragyog a nap. És azért nagyon örülök, mert minden megpróbáltatás után a Jóisten valami szépet hoz mindegyikből. Lajos az egyikünk, lelkipásztor Zilahon, Efraim a másik, a legnagyobb fiunk, ő Baróton lelkipásztor, Veres Ernő, ő Székelykeresztúron gyülekezetplántáló, és férjem, és itt a lányom, a legkisebbik Napsugár, akinek a leendő férje, ő még nincs itt, de ő Marosvásárhelyen lesz lelkipásztor, Kelemen Sándornak hívják. Akkor lesz 5 papocsolat. 5 pap lelkipásztor. Milyen ember volt az édesapja? Kellemes, kedves, szigorú és nagyon barátságos egyben. Kicsit mesélj el röviden az életét, az édesapjáét. 1908-ban született. 4 voltak testvérek, amikor a háború kitört. Nagyapámat elvitték az olasz frontra. Meghalt, árván maradtak, ő volt a nagyobb. 7 évesen dolgozni kezdett, iskolába járt, ő lett a család fenntartó, úgy szólva, és sokat dolgozott, majd 18 évesen az akkori misszió nyomán, baptista misszió nyomán hitre jutott, megtérésre, megkeresztelkedett, majd Bukarestbe a baptista teológiai szemináriumot elvégezte 1933-tól 37-ig, ott ismerkedett meg a leendő feleségével, aztán 40-ben összeházasodtak, és született 4 gyerek, majd édesapám, mint lelkipásztor ott az erdővidéken 30 évet szolgált, és 58 éves korában rákbetegségben, gyomorrákkal meghalt. Veres Efraim lelkipásztor egyenes puritán ember volt. Hitért sokat zaklatták a biztonságiak. Talán ha a szakmát változtat, tanulhatnak a gyerekek, de nem az apa döntött. A gyermekei inkább vállalták a fizikai munkát, mintsem, hogy apjuk megtagadja a szolgálatot. Emlékszem, hogy olyan szomorkás volt a tekintete, végignézett úgy rajtunk, ahogy álltunk előtte, és aztán majd felcsillant a szeme, és azt mondta, fiaim, ha ti vállaljátok velem együtt a keresztet, akkor titeket a Jóisten meg fog áldani. Mindig figyeltem, hogy hol lesz ez az áldás. És visszatekintve azt mondom, hogy megvolt. Anyagilag is, lelkileg is megvolt az áldás.
Idős Veres Ernőt későn vették fel a teológiára. A 70-es években külső, főleg amerikai nyomásra az államnak el kellett fogadnia a baptista egyház működését. Így lehetett szó tanulásról, majd szolgálatról, de a hatóságok másra számítottak. Veres Ernő nem volt beszervezhető. Már a kezdettől fogva, amikor oda kerültem Szilágy megyébe, szekuritátén azt mondták, ez nem közénk, ez nem idevaló ember, mert ez székely és hívő. Nem csak úgy tradicionálisan, hagyományosan vállalta a lelkipásztori szolgálatot. Ez igaz volt a gyülekezet látogatottsága miatt, az ifjúsággal való foglalkozás miatt elég gyakran szólítottak. Volt, hogy be akartak szervezni, ajánltak feleségemnek olyan munkahelyet, hogy nem kell dolgozni, csak a fizetést veszi fel, aztán mi a cukrászdában majd együtt megbeszéljük a dolgokat, adom nekik az információkat, tehát jó barátok leszünk, persze nem vállaltam. Aztán akkor következett a keményebb fele, amikor fölgyújtották az épületet, ahol laktunk, a melléképületet, a szomszédra lövöldözött a cserép az ablakra, azt költötte el a feleségemet, történetesen otthon sem voltam. Aztán sikerült kioltani a tüzet, hát nem égtünk oda. A másik alkalommal meg az éléskamránkba szúrták be a mérget. Tehát megpróbáltak mindenféle módszerrel eltávolítani az országból, elküldeni, útlevelet adtak, ne jöjjek vissza. Hát persze a hivatásom, a családom, Isten előtt, emberek előtt a felelősség mégis azt diktálta, hogy visszajöjjek, és éltem tovább úgy a meggyőződésem szerint. A rendszerváltás után megalakult Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége elnökévé választotta. Nagyváradon az elnökség székhelyén szívműtétéig tartózkodott, aztán megint befogta az erős hitszelét a vitorlában, és tovább indult. Csíkszeredában templomot építetett, Keresztúron is, udvarhelyen ültette jóföldbe a mustármagot. Ez lesz az utolsó állomás? Gyergyó Szent Miklós. Mintha életét foglalná össze az itteni missziós munka, hiszen Gyergyóban nincsen gyülekezet. Hogyan képzeli el az itteni munkáját? Ez egy nagyon különös kihívás önnek, aki nagy gyülekezetekhez szokott. Ez így van, hogy a kicsiny kezdet az egyszerű is, és egészen más, mint ahol egy nagy gyülekezet van. De el is elég az Isten kegyelme. Jézus azt mondta, hogy azért jött az embernek, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Na ezt a megkereső munkát kell vállalni ilyenkor, amikor az ember elindul új helyre. És ebben feleségem segít, és hiszem azok is, akik már itt vannak Gyergyón. Én úgy képzelem el ezt a gyergyói állomást, mint az ön lelkipásztori munkájának egyfajta summázása. Tehát ez az előről kezdés, és remélhetőleg majd a vég az lesz, hogy itt is lesz imaház és a szép közösség. Valószínűleg ez az utolsó állomásunk. És tényleg azt szeretnénk, mert ahol voltunk, létrejött a gyülekezet is, kis kápolna is a híveknek minden maradt. Talán ez lesz a legnehezebb feladat, és a legszebb az utolsó. Reméljük. Van egy olyan, hogy a naplemente nagyon szép. A napfeje kelte is, de naplemente is. Tisztelettel köszöntöm Veres Efraim baptista lelki pásztort, Veres Ernőnek a fiát, és hát elmondtam én ebben a riportban, hogy végül hogyan kezdtem el nyomozni Veres Ernő után, hiszen hallottam, hogy egy 21 éves fiatal azért küzd, egy kerekes székben érő fiatal, hogy legyen a mozgássérülteknek egy nyaraló. Azt hiszem, hogy a teljes családra elmondható ez a tanúságtevés, meg ez a szolgálat. Most az édesapjára emlékezzünk. Mit tart, mint fia a legfontosabbnak az életéből? Tehát mi az az, amit a leginkább szeretne követni? Köszöntök én is mindenkit szeretettel, áldott húsvétot kívánok, ünnepeket. A kérdésre válaszolva, az édesapám szolgálatából a lelkipásztori munkát, igazi lelkipásztor volt, ezt emelném ki, ez maradt meg legjobban. Úgy tudott lelki gondozni, hogy az példaértékű. A lelki gondozói beszélgetéseket már megalapozta imádsággal, és a lelki gondozói beszélgetések után ugyancsak folytatta az imádkozást azokért,
akiket felvállalt, és nagyon sokat felvállalt. Lehetett egy gyülekezetnek a lelki pásztora, nem csak azokra a tagokra volt gondja, hanem akik őt ismerték, messziről megkeresték, úgyhogy nagyon sok lelki gondozottja volt, nem tudnánk összeszámolni. Most azért tennék egy zárójelet, hogy amikor januárban elhunyt, akkor létrehoztak egy Facebook oldalt, ugye modern világban vagyunk, és de több száz bejegyzést olvastam el, és napok alatt tudom, hogy 1400 rajongója volt, most már nem tudok más kifejezést használni, tehát tényleg annyi embernek jelentett ő, nagyon sokat, és én azt hiszem, hogy ennek valahol az is volt a titka, hogy ő elfogadott mindenkit. Igen, úgy tudott az írástudatlannal is beszélgetni, hogy az közel engedte magához, de ugyanígy tudott egy professzorral is beszélgetni. Hogy és a hívővel is, és a hitetlennel egyaránt. A hívővel és a hitetlennel is megtalálta a közös hangot. Valahogy az volt az idegennek is az érzése, hogy ezelőtt az ember előtt meg lehet nyílni. És a jó Istentől kapott adottsága volt a pásztori szolgálatra. Soha nem térített, tehát soha nem adott ki parancsot arra, hogy na most térjél meg, hanem eleve egy olyan karizmatikus ember volt. Nem volt erőszakos térítő, és még amikor intenni vagy figyelmeztetni kellett, azt is olyan kellő tapintattal végezte, hogy először magán mutatta be, és abból lehetett tanulni. Egy nagyon modern ember volt ugyanakkor, de induljunk egy kicsit, vagy térjünk át a szervezői munkára, ugyanis 1990-ben ő fontosnak tartotta, és valószínű nagyon jó munkatársai voltak, hogy különváljanak a romániai baptista szövetségtől, és megalakítsák a magyart. Most utólag visszanézve, miért volt ez olyan fontos? Hát korszakalkotó cselekedet volt ez akkor, később már nem lehetett volna ezt olyan könnyen véghez vinni. És az egyedüli neoprotestáns egyház, ahol ez végbe ment. Igen, mert más neoprotestáns felekezeteknél egybe vannak, nincsenek külön válva. Hát tulajdonképpen mi is a Magyar Baptista Szövetség tagolódik a Román Baptista Unióba, de külön önálló személy, jogi személy vagyunk, és úgy a világszervezetekben külön tagságunk van. Ezt ő fontosnak tartotta, de nem csak ő, hanem az akkori munkatársa is, akik a kommunista évtizedek alatt eléggé el voltak nyomva, nem lehetett sajtójuk, magyar nyelvű kiadványokat nem lehetett megjelentetni, csak föld alatti munkával, illegalitásban lehetett de azt elérni. Tették. Azt tették. A képzések, tehát a lelki munkások képzése folyamatos volt, még az Ilai évek alatt emlékszem, hogy ott volt lelkipásztor, jöttek külföldi tanárok, professzorok, megszervezte nekik a képzéseket. Tehát a mesteri iskolát ott igazából létrehozta titokban. És még sajtókiadványt is megjelentettek külföldön, amit úgy kellett becsempészni az országba. Ilyen volt az énekeskönyv, amit 74-ben valamikor kiadtak hivatalosan, de aztán utána nem lehetett többet. Hát azt sokszorozták, és azért külön csoda volt, hogy édespám ezt meg tudta szervezni, hogy egy nagy kamionnal akkor 10 000 darab énekeskönyvet behoztak az országba, és szét lehetett teríteni. Ennek azonban a szekuritátét nem igazán örvendett, és tudom, hogy sok problémája volt, fenyegették, de hát ez kevés. Igen, ezt mint gyermekek mi is végigéltük. Ez volt az életünk. Nem lehetett akármit beszélni otthon, telefonban megint nem, vagy fel kellett hangosítani a rádiót, ha bizalmas beszélgetést akartunk folytatni. Többször berendelték őt, behívatták, faggatták, meg is mérgezték. Úgyhogy sok szenvedésen átment, de nem tudták megtörni. Próbálták beszervezni, nem tudták megtörni. Ezért is adták neki azt a nevet, hogy fanátikul, a fanatikus. Tehát ez volt a szekuritáti dossziéján? Amiután kikértük az archívumból az ő dossziéját, hát meglepve láttam rajta ezt a nevet, hogy fanátikul. És örömöt is jelentett ez. A modernség, most sajtósként mondom el, hogy az egyedüli egyház volt, amelyik 90 elején elmondhatta, hogy van sajtóreferense.
és hogy mennyire fontosnak tartották, hogy havilapot, aztán, ha jól tudom, a fiatalságnak vagy az ifjúságnak lett heti lapja, hogy ezt megjelentessé. Igen, tehát az intézmény megteremtés, ez a céljai között volt az édesapámnak és munkatársainak, és a kommunikációt ugye csak is az írott sajtó útján tudták megvalósítani, de törekedtek arra, hogy más sajtóorgánumokkal is létrejöjjenek a kapcsolatok. De ez tudatosan volt így megszervezve, felépítve, beindult a szerkesztőség, nyomdagépet állítottak munkába, és valóban szeretett néven havilapot indítottak, mind a mai napig működik ez. Ez valamikor a múlt század elejé szeretetnek az újraindítása volt, aztán mustármaként ifjúsági lap megjelent, regionális lapként az üdvüzenet, tehát sok ilyen sajtótermék volt még a naptárok, meg az áhítatok sorában. És hát létrejött a magyar teológia, ez volt még egy nagyon nagy lépés, tehát a magyar baptista teológia. Igen, mert a kezdeti években, a felszabadulás után Bukarestben nem lehetett magyarul tanulni. Én is, a velem egykorúak is, akik akkor indultunk a teológiai képzésre, Budapestre voltunk kénytelenek beiratkozni a teológiára, és az egyik fontos célja volt édespámnak, amíg ott volt a vezetésben, hogy megteremtődjön a képzésnek az itthoni feltétele is anyanyelven, magyar anyanyelven. Ez létre is jött először itt Kolozsváron, és most jelen pillanatban Nagyváradon működik. Az Emmanuel Baptista Egyetemnek az egyik tagozata a mi magyar anyanyelvi teológiánk. Sőt, lehetőség van tovább is tanulni. Igen. Mesteri képzést az Emmanuelbe sokan szereztek doktorátust, és voltak, akik tovább mentek, és doktori címet is megszerezhették. A modernségéről beszéltünk, a diplomáciai kapcsolatok. Tehát itt most a könyvébe olvastam, az önéletrajzi könyvébe, hogy adott pillanatban Margaret Thatcher egyik munkatársával tartotta rendszeresen a kapcsolatot, és amikor valami problémája volt, akkor az illető megkérdezte, hogy ne beszéljen Ceausescuval, a miniszterelnök asszony. Igen, tehát a Margaret Thatcherhez fűződő kapcsolata onnan volt, hogy még a 70-es évek második felében jött egy házaspár Angliából, akik meglátogattak minket. Bukowski Ákos, magyarországi tolmács testvérünk hozta el, és annyira közel kerültek egymáshoz, olyan bizalmas viszony alakult ki, hogy ők, amikor visszamentek, tartották a kapcsolatot, rendszeres kommunikáció folyt közöttük, és úgy, ahogyan lehetett az illegalitásban, segítették sajtó kiadványok megjelentetését, de abban is, hogy szót emeltek az elnyomás ellen, vagy rá kérdeztek, hogy mi történik Romániában. Na, ennek a házaspárnak volt az egyik fia, aki Margaret Thatcher körében mozgott, és jó barátságban volt a miniszterelnök asszonnyal Angliában. Úgyhogy ezért is figyelték aztán nagyon édesapámat, minden egyes lépését, és ezzel próbálták volna megvádolni, hogy külföldieknek kémkedik. Igen. A szociális tevékenységek, tehát azt hiszem, hogy ebben neki is nagyon nagy érdeme van, hogy ilyen mértékben, 90-ben elindult a romániai magyar baptista egyház körében is. Hát azt tudjuk, hogy ha a világon bármilyen katasztrófa van, akkor az első, aki ott baptista van, az a baptista szeretett szolgálat. Itt mi volt és mi van? Hát rögtön a kezdetek kor, amikor elindult a szövetség, azt látta meg édesapám, hogy nagyon sok az elesett, nagyon sok a rászoruló, különösen az idősek körében, és magától értetődött más javaslatra is, hogy idősek otthonát alapítsanak a gyülekezetek. Hála jó Istennek, hogy ez egy megvalósult látás volt, és mind a mai napig, hát most már egy több százezer eurós beruházással elkészült modern, az európai szabványoknak megfelelő idősek otthona van Szalárdon, és szolgálnak az idősek felé, az elesettek felé, vagy az elhagyatottak felé.
a mozgássérültekről is mindjárt lesz szó, a cigány misszió. Igen, a cigány misszió, ifjúsági misszió, idősek felé végzett misszió, sokféleképpen lehetne még tárgyalni azokat a területeket, amelyeket igyekezett átfogni. Hát említettem, hogy az írástudatlanokkal is ugyanúgy tudott szót érteni, mint a magas műveltségű emberekkel, és megtalálta a módját annak, hogy még a cigányok között is úgy hangozik az evangélium, hogy annak ereje legyen. Nagy Váradon indult el, amíg ott lelkipásztor volt, hogy annyira megtöltötték a padokat a magyar gyülekezetben a cigányok, hogy az már másoknak volt kényelmetlen, és akkor elindították külön az alkalmakat egy másik helyen, és akkor ugrásszerűen megnőtt a romák között is az evangéliumi hívők aránya, tehát a roma misszió ott kezdett szárba szökkenni. Már több száz tagú gyülekezet van annak nyomán. És azt azért meg kell említeni, hogy az önkormányzattal nagyon szépen dolgoztak együtt a váradi cigány missziónál. Igen, tehát a világi hatóságokkal, vagy akár más egyházakkal is, külföldi vagy belföldi, akár üzleti körökkel is, azt tudom mondani, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápolt, és partnernek tartották. Ilyen volt, hogy csak megemlítsek egy másik területét az életéből, amikor látta, hogy milyen nehéz itt Romániában a boldogulás, sokan elmennek külföldre dolgozni, felvetette az egyik jó barátjának, Svájcban élt az az ember, hogy jó lenne munkahelyet teremteni itt, vagy segíteni kis- és középvállalkozások elindítását. És svájci állami támogatással létrehozták azt a szervezetet, a Romcom néven, amely több száz egyéni vállalkozónak segített az elindulásban. Visszanemtérítendő kölcsönnel, vagy olyan gépekkel indultak el, hogy most egyik-másik több száz főt foglalkoztató cégé fejlődött, és ennek mind a mai napig látjuk az áldását. Tehát nem csak halat adott az éhezőnek, hanem megtanította horgászni. Ez is egy misszió. Beszéljünk egy kicsit a családjáról, ugyanis az ő eltávozásával hát nem ért véget, ugyanis Anuska néni, tehát a felesége, Veresné Adi Anna, tehát ő tovább folytatja, és nemrég telefonon beszéltem vele, hát olyan csodálatos történeteket mesél el, hogy kiken segítenek. Mondom, az egész családban ez benne van. Igen, hát így nevelt minket édesapánk. Igazán szolgáló vezető volt, tehát karizmatikus vezető volt, megemlítette ön is a riport elején, a megemlékezésben, és ahogy mondta a szövetségünk jelenlegi elnöke a temetésén, hogy ő akkor is vezető volt, ha nem volt pozícióban. De szolgáló vezető volt. Erre tanított minket is. Jó példát sikerült átvenni tőle, vagy kényszerítve is éreztük magunkat, hogy átvegyük azt, amit ő elkezdett, és azt tudom mondani, hogy nem csak én, hanem az öcsém is, aki szintén lelkipásztor. Ő is lelkipásztor, Szilágy Ballán, vagy a húgom Evódia, a székelyudvarhelyi baptista lelkipásztornak a felesége, a másik húgom Napsugár, a marosvásárhelyi baptista lelkipásztor felesége. Tehát nem csak gyülekezetekben munkálkodunk, hanem akiket örökségként ránk hagyott édesapán. Volt egy-két ilyen lecsúszott, vagy hátrányos helyzetű személy, akit most én kellett átvállaljak, lakhelyet biztosítani neki, de örülök, hogy és egyenként tehetem. Mentő utána, és igen. Akkor ezt a hagyományt is, vagy ezt a szolgálatot is folytatja most a családja. Hát a halála után kikértem a telefon hívások listáját, ahogy kik beszéltek vele utolsó hónapokban, és azt kellett észrevegyem, hogy nagyon sok, én se képzeltem el, hogy ennyire sok elesett, gyenge, gyarló ember beszélt vele, és neki volt ideje rájuk. Hát szeretném, ha én is tudnék nyomába lépni ezen a területen. És a második generáció, az unokák? Hát nagy örömét lehette az unokákban, és nagyon közel tudott kerülni egészen a kis unokákhoz is. Hát nálunk 5 gyermek van a családban, a húgomnál 4, plusz még egyet örökbe is fogadtak,
Evódiáig, másik húgomnál 3, az öcsémnél 2, úgyhogy elég sok unokája volt az én édesapámnak. És mikor hazament, mert így mondjuk, hogy édesapám hazament, nem ez a föld volt az ő hazája, hanem a mennyország, akkor a kis, legkisebbik lányom, a Virág így kommentálta, most már láttata, milyen boldog, most már lát, mert ugye vak volt az utolsó éveiben, de együtt éltek, mozogtak vele, ugye vitték, hozták, és még a gyász pillanataiban is megtalálta az a kisgyermek is azt, hogy minek, mitől lehet most megvigasztalódni. Egy szűk percünk van, egy húsvéti kívánság, gondolat. Édespámnak egyik jelmondata volt, híres jelmondata, ezt ő fogalmazta meg magának, hogy mindent vele, semmit nélküle, mármint Jézussal. És élő Krisztusunk van, nem a halott Krisztust követjük mi, ezt kívánom minden nézőnek, mindazoknak, akik figyelemmel kísérik az adást, hogy az élő Krisztussal tegyenek meg mindent, semmit nélküle. Veres Efraim, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hát nagyon-nagyon messziről jött. És akkor adászárásként egy riportot fognak látni. A helyszíne a Hargita keresztény tábor, amely még mindig őrzi az idős Veres Ernő lelkipásztornak a szellemét. Én köszönöm figyelmüket, és kívánom, hogy kegyelmekben gazdag legyen a feltámadás ünnepére való készülődés. Ne feledjék, vasárnap reggel 8:30-kor húsvéti szentmisét közvetítünk a viszontlátásra. Teljes tűzzel hajtok, én nem hagyom magam. Dob célt a érve harcoknak, nagy jutalma valam. Én tehát úgy futok, mint aki nem feledi célját. Úgy ötvözök, mint aki nem levegőbe vár. Hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem. Krisztus hirdetésére alkalmas legyen. Álmunk volt az, hogy majd legyen egy ilyen szervezett táborunk is épületekkel. Hála Istennek megadatott. Nagyon jól érezzük magunkat. Van valami, amit megéreznek, akik először jönnek, vagy akik visszatérnek, és elmondják, hogy mit kaptak, ez igaz. Mi is, akik szerveztük, vagy szervezzük a tábort, tudunk erről. Nem vagyunk büszkék rá abban az értelemben, hogy mások ellenébe kérkedjünk, de jól esik tudomásul venni. Szentegyházától pár kilométerre Csíkszereda felé a főút mellett fekszik a Romániai Magyar Baptista Szövetség által működtetett Hargita keresztény tábor. Hosszú évek alatt több ezer gyermek, fiatal, család nyaralt itt, de konferenciákat is szerveztek. A tábor bejáratánál a Mesés Fehér házon van egy tábla, Barnabás. Ő a Veres lelki pásztor házaspár negyedik gyereke. 21 évet élt, de elérte élete célját, reményt adott a hasonló sorsú mozgássérülteknek, akik csoportonként szerre itt nyaralnak, így szövődik a reménységháló. Barnabás látszólag erőtlen készfogása hasonló sorsú angol barátjával, Bob Donaldsonnal, aki szintén kerekes székben élt, elindította a történetet. Az a készfogás szülte a döntést, majd a megvalósítást. A sérülteknek is lett egy nyaralóhely, ki kell hozni őket az otthonaikból. Romániában ez volt az első, kimondottan mozgássérülteknek épült nyaraló. A Barnabás házban hetente váltják egymást a csoportok. A Barcaságból, Parciumból, Közép-Erdélyből, de ezek a csoportok nem ismerték egymást. És most először a Reménység konferencián találkozhattak. A kezdeményező és szervező a négyfalusi lelkipásztor volt.
Ő a Barcaság környéki mozgássérültek csoportjának létrehozója és vezetője. Az év elején például ott volt az imalistánkon a Reménység csoporttal, hogy Isten tegye lehetővé, hogy kibővüljön a munkánk, és létrejön ez a Reménység konferencia. Adjon neked az Úr Jézus erőt, hogy nagyon sokáig lehetsz a mozgássérülteknek, mert nagy-nagy szükség van a mozgássérülteknek ilyen emberekre. Én Erdőszentgyőről vagyok, és nem minden résztvevő az én helységemből való. Vannak vásárhelyek, udvarhelyek is vannak, és Balavásáráról, hát a környékről, és ismerősök, akik vállalják, és szeretnek velünk táborozni, akik már részt vettek a táborozáson, és tapasztalták ennek a tábornak az áldását, és azt a felüdülést, amit testileg és lelkileg az ember itt megtalál, és vissza kívánkoznak. A gyermek kategóriába a tolókocsis verseny, akadályverseny első helyezette Sikis Anikó. Lehetünk. Persze van, amikor éppen úgy sikerül, ahogy szeretnénk, de el lehet azért gondolkozni, hogy így is meg tudjuk élni, így is. És ott a remény, ott az a remény, amit én úgy érzem, hogy valahogy így fogalmaztam meg, hogy Isten adott egy olyan reménységet, amiről nem akarok lemondani. És emberek nem tudják elvenni. Én pedig hiszem azt, hogy Isten megadja azt a kegyelmet, hogy végig kitart az életemen keresztül lesz. Soha nem lázadsz? De van, amikor igen. De van, amikor igen. Miután lebénultam, velem is ugyanúgy megtörtént az, hogy kerestem a helyet. Egyszerűen az életemnek az értelmét kerestem, hogy érdemes tovább csinálni, és bizony elég sok időnek, szinte 5 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a kapun kívül kimerészkedjek. Abtól való félelmemből, hogy mit szólnak az emberek. Leginkább attól féltem, hogy sajnálkozással fogok találkozni. És azt hiszem, hogy most elmondhatom, hogy természetesen úgy, ahogy minden ember, én is szeretnék újra futni, újra örülni még minden lépésnek. De ha komolyan valaki azt mondaná, hogy most ebbe a pillanatban megkapom azt a csodát, hogy fölálltok lábra, de elveszítem azt, amit lelkileg kegyelemből kaptam, nem mondanék le. Tehát azzal együtt természetesen én is örülnék egy csodának újra járni, de csak azzal együtt. Ez fontos lenne számomra mindenképpen. Ugyan már repülsz? Figyelem, kinek van olyan beteg gyereke, vele elbeszélgetni, és azért jó
ezek a találkozók, mert amikor megosztják a gondozók is egymással, az álmatlan éjszakáikról beszélnek, vagy nehézségeik, amik fellépnek a gyerekkel kapcsolatban, vagy amikor úgy tényleg padlóra kerülnek. Jó, ha megosztják, mert a megosztott teher, az fél teher. Az örömeiket is, az meg kettős öröm. És nekem ez olyan sokat jelent, hogy ez is egy isteni ajándék, hogy létrejöhetett ez a találkozó, és gondolom, hogy lesz folytatása. Köszönöm, Uram, hogy nem volt egy ember se jelenlevők közül, aki által ne adtál volna ajándékot, sőt, te, mint legnagyobb ajándék, amikor téged ismerünk fel valakiben, akkor ez olyan csodálatos. Azt szeretném, Uram, hogy én bennem is téged ismerjenek fel az emberek. Kérlek, áld meg ezt a konferenciát továbbra is, és attól, hogy felejthetetlen legyen, segíts mindannyiunkat, tarts meg kegyelmedben végigvinni a munkát, a harcot, a küzdelmet, a nemes harcot, a hitet megőrizni, hogy majd ott legyünk veled az örök dicsőségben. Amen. Álmomban se gondoltam volna, hogy ez megvalósul. Volt bennünk egy ilyen vágy, de jó lenne. De hát kivitelezni, meg annyi minden próbánk volt, hogy mi ezt kivitelezzük, arra képtelennek éreztük magunkat. A Jóisten adott egy ilyet, mint Kisottó, aki szintén álmodott, és az összefogással, csak akkor a táborigazgató, meg itt a többiek is, tehát összefogva így lehetett létrehozni ezt, és voltak, akik bátorítottak ebbe, hogy ezt meg kell csinálni. Akkor most boldog van. Hát rendkívüli. Ezt kimondani nem is tudom. Mondom, hogy ma reggel is gondolkozom, ez nem álom. Nemes harcod megharcoltad, futásod véget ért. Gyere, vedd át méltó díjadat a kitartásodért. Én tehát úgy futok, mint aki nem feledi célját. Úgy öklözök, mint aki nem levegőben áll. Hirdetésére alkalmas legyen. Én tehát úgy futok, mint aki nem feledi célját. Úgy öklözök, mint aki nem levegőben áll. Hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy a Krisztus hirdetésére alkalmas legyen.